Jó híre ment, nem esnek csorba, beállok én is a torna sorba. Hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam. Szabad egy hely, itt leparkolnék, veled az időben eltévednék. Tudom-e majd überelni anyádat, és te nem mosod magad után akádat. Gyűjtünk lakásra és ajtóra, Kohelló idézet a meghívóra. Akród a kardomat! Rejtsem el a szívem tőled, nehogy a végén majd összetörjek. Bocsáss meg, sárkány! Hopp. Az idióta is célba ér, gyere, egy nőtűnról vagy érmet. Nekem a fitness kurtizánok, neked a lelkes kurtizánok. Jutnak, de tényleg én nem ezt vártam, a filmekben csak annyit láttam. A történetet csókkal zárják, a folytatást velünk forgatták. Nem tudtam überelni anyádat, és te nem mosod magad után akádat. Van nagy lakás, és nagy autó, közel már az utolsó szó. Fogd meg és csináld! Igen, drágám. Te vagy a nagyobb hős a világon, én a királynő, és te a királyom. Szóba is lejtsem el a szívem tőled, nehogy a végén majd összetörjek. Te vagy a legnagyobb hős a világon, én a királynő, és te a királyom. Szóba is lejtsem el a szívem tőled. Rubint Réka! És a Vintér Herceg Tibor! Minden a helyére került! Szép mese ez, kár, hogy ilyen szomorú a vége. Jaj, de jó, menjünk arrébb egy kicsit, gyertek! Hát arrébb rúgom a Tibi maradványait. Csillagok háborújából a porszívó. Felállt a zsűri, láttátok? Felállt a zsűri. Csak a Szulák Andi nem. A kassa felállt, a kassa felállt, az már valami. Hát a zsűri azon kétharmaddal, akitől ez autentikus, az felállt. Én és a Kuki. Te is porszívó. Jó érzés, nem? Bravo. Nem rossz. Otthon is ez van nálatok, mi a perc? Egy picikét ezt nyomjuk, így van, én is takarítok otthon. Figyeljetek, nem tudom, hogy ez hány perc volt, de konkrétan fél percnek tűnt az egész produkció. Erről szól a nagy duett. Gratulálunk! Tényleg! Köszönjük, és azt hozzá kell tennem, hogy Claudia nagyon jó instrukciókat adott, hogy hogy legyek még inkább sárkány. Csak ugyan gondolj arra, hogy mi volt ma délután mondjuk otthon például. Claudia, Tibi azt mondta a próbák alatt, most vagyok a Sobert Norbi. Csak őt játszom. Tényleg azon gondolkoztam végig, hogy egyszer ide állunk mellé, és úgy nézünk, mint a betegek lennénk, annyira le vannak szoláriumozva, nem? Nézzük, mindenki olyan barna, mi vagyunk itt fehérek. Erőt jobbál hozzá a produkció. Nem, az nem, nagyon jó volt. Imádom. Valójában inkább annyi történt, hogy a Pintért anya az egymás után rakott 4 darab karnapot az edzőteremben, annyit, tehát hogy nem lábazott mellé. Ezt láttátok, hogy nem húzta ki a hüvelyből a kardot? Igen, ezt akartam mondani, hogy... Óriási! Mert nem lehet egyébként. Hogy Pintért anya nem akarta nagyon megvágni a sárkány díszletet, ezért nem vette ki a tokból a kardot, így volt. Tehát egy picit ilyen finom legyen. Zseniális volt, figyelj, nagyon-nagyon-nagyon jó produkció volt. Köszönöm. Andi? Én egyszerűen nagyon szeretlek benneteket. Igen, erről szól a nagy duett, erről az öniróniáról, az iróniáról, a humorról, a profizmusról, a szabályok felrúgásáról. Szeretlek titeket. Megvettem! Kuki? Nem, először nem értettem a műfolyikót, hogy féltem, hogy nem fogom érteni semmit. Három negyedénél így van, nem? Nem. És 5 másodperc után elkezdtem nevetni veletek, elvittetek engem a jó kis mai dolog sajnos, hogy igen, általában a férfiak papucs otthon, mert a főnök diktál. Viszont, Réka, figyelj, nem tudsz
túl, hogy kell mondani, szigorú lenni, túl aranyos vagy, és annyira jó jel neked, próbáltam mondani neki most már, ne legyél ilyen, ne legyen, de közben mosolyogtál, aranyos vagy. Aranyos vagy, jó? Kuki, igen. Megvetted? Megvetted? Vájál. Nincs nálad pénz? Megvettem! Jó van! Mindenki jut a zsebébe. Hát mondom, lehet, hogy fizetni akart. Itt akartál dobni egy százast, vagy mi? Hát csurkált a zsebedbe. Tibi, téged zavar egyébként, bocsáss meg, hogy állandóan ez a szőkehercigezés, vagy hogy ez a kicsit a túláradással mondjuk, nem most ezt a cikiznek, hanem hogy ezt így rád... drakták ezt a nehézség? Most már 42 évesen hozzászoktam, most már nem. Jaj, sőt, most már várom tőled is egyébként. De egyébként teszel is érte szépen. Tehát azért legyünk ez mind a hajban, mind a kiállásban. De azért... ez jól is áll. Sokakkal igen. Ellentétben így a Tibinek van. Legalább jól áll. Köszönöm. És a gyermeknézőink kedvéért mondjuk el, hogy a Shrekből a herceg vagy király, vagy nem tudom melyik vacek, egy az egyben, nem? Abszolút, abszolút. Mondjuk az törpe volt. Mikor láttátok, hogy szegény ló azért egy hét alatt összement alatta. Kimosztál 95 fokban. Ő az a ló, tudod, akiről beszéltél a legelején. Na, Tibi, halljuk a pontokat. Ja, 6 ponttól akartam pontozni, ugye? Akkor ez 10 viszont. Köszönöm. Jól érezte magát a kassa, ez jó jel. Nagyon. Szulák Andi? Bár én nem pattantam fel, mert úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly póz itt ez a zsűri. Nem, mi ketten fölálltunk a kukival. Hát ez a minimum, hogy... ne haragudj, az én jelenlétemben ez a minimum. De jó. 10! Kuki? Elmondom franciául. 10! 10 points! Jól mondott legyen, 10 points! Így van! Akkor volt verseny, jó, vigyétek, nem akarsz egy kicsit még takarítani, Tibi? A lobot azt nem nagyon vitt, azt viszem magammal. A porszívót itt hagyták neked, nézd a babutára. Prevó, prevó!